Megérkezett az újabb koronavírus elleni vakcina szállítmány Magyarországra. A 70 ezer adagnyi oltóanyag 35 ezer egészségügyi dolgozó beoltására lesz elegendő. A vakcinát szállító repülő kora reggel landolt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, majd egy vecsési logisztikai központban válogatták szét a rakományt, ahonnan már az oltópontokra vitték a vakcinát. Bővült egyébként az oltópontok köre, országszerte összesen 21 kórházban oltanak. Jövő héten pedig újabb adag oltóanyag érkezik Magyarországra. Reggel 6:30 landolt a UPS repülőgépe a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A járat ezúttal az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös gyártású vakcinájának második adagját szállította Magyarországra. Németországból érkezett ide a Ferihegyi repülőtérre. 4 konténert szállított. Számunkra az a konténer a fontos, amit a nézők most látnak. Ez volt a 4. konténer, ezt vették ki belőle utoljára. És ez csaknem 70 ezer oltóanyagot tartalmaz, ami mintegy 35 ezer magyar egészségügyi dolgozó oltására alkalmas. Az ampullákat tartalmazó konténert egy hangárba vitték, ahol átpakolták egy kamionra. A teherautó rendőri kísérettel a világ egyik legnagyobb szállítmányozással és logisztikával foglalkozó vállalatának telephelyére szállította azokat. Ez már az a raktárbázis, ahol kinyitották a konténereket. A több mint 20 kg-os dobozokat rövid ellenőrzés után szétválogatták. Eddig 5 oltópont volt az országban, az újabb szállítmánynak köszönhetően azonban már 21 kórházba tudták eljuttatni a vakcinákat. Az oltóanyagok minőségét a speciális tárolóegységek garantálják. A különleges dobozok 10 napig képesek a vakcinák tárolásához szükséges mínusz 60 és mínusz 90 Celsius fok közötti hőmérsékletet biztosítani. Ilyen egységekből a közeljövőben még több érkezhet Magyarországra. Már várható a következő héten is a következő szállítmány, és bízunk benne, hogy az egészségügyi szakemberek, a védvonalban harcolók minél hamarabb beoltásra kerülhetnek ezekkel a mennyiségekkel, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy azok a mennyiségek is rendelkezésre álljanak, amelyek a tömeges oltáshoz szükségesek. További adagokat is már megrendeltünk. Folyamatosan több tételben érkeznek majd a vakcina szállítmányok Magyarországra, erősítette meg az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette, a védőoltások beadása ütemterv szerint zajlik. A vakcinát elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatják meg, ezután következnek majd a szociális intézmények lakói és dolgozói. Néhány napon belül szintén bővülni fog az oltóhelyeknek a köre, tehát jövő év elején már 25 ponton fogunk oltani, és az oltási tervnek megfelelően az egészségügyi dolgozókat követően a szociális intézmények lakói és dolgozói fognak sorra kerülni, majd az oltóanyag mennyiségétől függően tudjuk egyre bővíteni ezt a kört, nyilvánvalóan azokkal, akik a legmagasabb kockázatot viselik. Örömtelinek nevezte a tiszti főorvos, hogy tovább nőtt az oltásra a regisztrálók száma is, csak nem 600 ezren élezték igényüket. Müller Cecília hangsúlyozta, az oltás önkéntes, ezért is fontos, hogy a hatóságok tudják, kik élnének a lehetőséggel. Akik szeretnének oltatni, vagy postai úton, vagy a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon jelentkezzenek. A lakosság tömeges oltása jövőre kezdődhet meg.